84-es főúton vagyunk Sümeg határában. A Tóth-Tivadar utcából kihajtva jó nagy forgalom a jellemző. Ez a kereszteződés egyébként a korábbi években is ugyan baleseti gócpontnak nem volt mondható, de több olyan baleset is történt, ami elmaradhatott volna, hogyha a járművezetők alacsonyabb sebességgel közlekednek, vagy figyelmesebben járnak el. Két személyisérüléses baleset történt itt egyébként az elmúlt 5 évben, és 4 anyagi kárra járó baleset. Természetesen az anyagi károsok között lehetnek olyanok, amik látenciában maradtak, hiszen ugye nem köteles a járművezetője bejelenteni ezt, hogyha meg tudnak egyezni a felelősség kérdésében. Akik rendszeresen erre autóznak, nemek szokásból vezessenek, mert néhány napja megváltozott a közlekedési rend. A lakosság többször megkeresette engem is, a polgármester urat is, meg egyáltalán hangot adott annak, hogy itt a hátunk mögött azért ez egy veszélyes kereszteződés, nagy a gyalogos forgalom is, erre lefelé ugye az óvodába viszik a felső városrészből a gyerekeket, a szülők sokszor gyalogosan. És egy olyan szerencsétlen helyzet volt itt, amit igazából én sem értettem, hogy már ezelőtt a kereszteződés előtt, tehát ott a Selkút és a Tesco előtt gyakorlatilag volt egy 70-es tábla, és még előtte nyilván a település végét jelző tábla. Tehát ezt a kereszteződést 70-nel közelíthették meg az autósok, ami azért nagyon veszélyesítette ezt a helyet. És én szeretném is megköszönni a közútkezelőnek, hogy ilyen gyorsan lépett, hiszen valamikor február elején, január végén vettük fel velük a kapcsolatot, és tényleg nagyon hamar jöttek, tartottunk egy helyszíni szemlét, és meg is állapodtunk, hogy jó, akkor még a tavasz folyamán ez megtörténik, és ez hál' Isten megtörtént, már a múlt héten áthelyezték a táblákat. A változás lényege, hogy a kereszteződés után még tart a lakott terület, tehát itt maximum 50-nel lehet hajtani. A 70-es tábla pedig még védi a következő kereszteződéseket is, az Alkotmány utca és a Molkut felé.